Megadom a szót Szél Bernadettnek, aki a bizottságban megfogalmazódott kisebbségi véleményt ismerteti. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az ellenzéki pártok több okból sem támogatták a törvénymódosító javaslatot a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságban. Először is teljesen méltatlannak találtuk azt a helyzetet, amelybe a fideszes törvénygyár kényszerítette az ellenzéki pártokat. Csupán néhány napja, pénteken este kaptuk meg azt a szöveget, amelyet a hétvégén feldolgozva a bizottságban 9 óra 30 perctől együtt ülve tudtunk ezzel a témával foglalkozni. Tegnap aztán gyorsan le is zártuk a bizottsági szakaszt, és már is általános vitán van a javaslat. Azt gondoljuk, hogy ez a rohanás ez újabb selejtörvényekhez fog vezetni, és például már az ülésen külön rákérdeztünk a gyermekvédelmi lakhatás alapszabályozására is. Ez ugyanis bár a kormány előkerülő előterjesztésben még szerepelt, a parlament által tárgyalt törvényszövegből kimaradt, holott a jövő évi költségvetésben pedig már megint szerepel, utalnak rá. Szeretnénk minél hamarabb tisztában látni a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok számára lakhatást biztosítani hivatott új alap kapcsán, és szeretnénk olyan szöveget olvasni, amelyekben ilyen slendriánságok nem fordulnak elő. Azt gondoljuk, hogy ehhez mindenképpen több idő szükséges, nem csak az ellenzéki pártoknak, hanem a kormánypártoknak is. Tartalmi kifogásként megfogalmaztuk azt is, hogy hiába értünk egyet a támogatott lakhatással, mint a fogyatékkal élők számára biztosítandó új szolgáltatás bevezetésével. Jelenlegi formájában ez mégsem támogatható, hiszen pontosan azok a garanciák hiányoznak a lendő szabályozásból, amelyek nélkül a támogatott lakhatás félő, hogy nem fogja elérni minden esetben az amúgy dicsérendő célját. Nem fogja az ellátottakat a jelenlegi izoláló intézményi környezetből kiszakítani, és innentől kezdve nem szolgálja a valódi integrációt. Továbbra is jelen van ugyanis a szövegben az akár 50 fő együttélését lehetővé tevő lakhatási formához kötődő szöveg. Egész egyszerűen ez nem érthető számunkra, hogy miért nem fogadják el végre a fejlett országokban is évtizedek óta evidenciaként kezelt tényt, hogy társadalmi részvételt csak a valóban kisebb lakhatás tesz lehetővé, egy ilyen formát nem szabadna megengedni. Ráadásul ez a salátatörvény számol le a megváltozott munkaképességű emberekkel is, ezt korábbi állításokkal ellentétben a szövegben az olvasható, hogy a harmadik csoportos rokkantak mellett most az első és a második csoportos rokkantak, illetve a harmadik csoportos rokkantak idősebb emberei is teljes mértékben felülvizsgálatra terelhetőek, amennyiben ezek az emberek tartós foglalkoztatásban kívánnak vagy kényszerülnek részt venni. Ezzel gyakorlatilag megnyílik a lehetőség arra is, hogy ezeknek az embereknek az amúgy is csekély ellátásai tovább csökkenjenek. Az ellenzék ezt a javaslatot egyhangúan leszavazta. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Lakatosné Sira Magdolnának, a Fidesz képviselőjének.